megrohamozták és elfoglalták az oroszok a Krím félszigeten az ukrán tengerészeti bázist, mint egy hadgyakorlaton egyetlen lövés nélkül. A parancsnokot elhurcolták. Akadálytalanul megy előre az orosz hadsereg, kérdés, hogyha nem állítja meg senki, akkor megáll-e magától. Ukrán zászló le, orosz zászló fel. Az ukrán hadiflotta szevasztopoli főhadiszállását elfoglaló oroszok nem csak a zászlórúdra, de a kapura is kitették az orosz zászlót, egyszerre hármat is. Az épületet reggel rohamozta meg egy orosz csapat, fegyveres katonák és önkéntesek. A kapunál dulakodás tört ki, ám végül különösebb ellenállás nélkül bejutottak. A parancsnokot állítólag elfogták, az ukrán katonák azonban szabadon elmehettek. Semmit sem tudtunk tenni a tömeg ellen. Az oroszok korábban azt ígérték, hogy nem támadják meg ezt a bázist, aztán tessék, mondja elmenőben ez az ukrán katona. Ez az orosz viszont elégedetten nyugtázza, hogy egyetlen vércsepp sem hullott, senki sem vert meg senkit, nem volt erőszak, és mindenki boldogan tapsolt, amikor az ukránok elmentek. A félsziget fővárosában, Szimferopolban már nem tűnik ilyen nyugodtnak a helyzet. Éjszaka lövöldözés tört ki egy katonai telepnél, egy ukrán katona és egy orosz férfi meghalt. Az ukránok hadgyakorlatot kezdtek az orosz határ 50 kilométeres körzetében, miközben az oroszok állítólag légvédelmi rakétarendszereket telepítenek a Krímben. Eközben az amerikai alelnök baltikumi körútján igyekezett megnyugtatni az Oroszországgal határos államokat, hogy Washington bármilyen agresszióval szemben megvédi őket. Mindaddig, amíg Oroszország ezen a sötét úton jár, politikai és gazdasági elszigetelődéssel kell szembenéznie, mondta Joe Biden Vilniusban. Putyin a fenyegetésekkel láthatóan nem törődik, inkább a félszigeten élők sorsa izgatja. Elrendelte, hogy a hatóságok, amilyen gyorsan csak lehet, emeljék meg az immár orosz állampolgárnak számító krímiek nyugdíját. Bakos Piroska, Hír 24. Megverte az ukrán állami tévé vezetőjét Kijevben az ellenzéki tüntetésekben aktívan résztvevő nacionalista szabadságpárt három parlamenti képviselője. Az amatőr videón látszik, hogy hát rövid nevezzük beszélgetésnek, beszélgetés után az egyikük nekiesik, lögdösni kezdi, aztán többször megütik, és arra kényszerítik, hogy írja alá a lemondását. Többször is hazug árulónak nevezték, mivel a tévé közvetítette, ahogy aláírják a szerződést a Krím félsziget csatlakozásáról Oroszországhoz. Az ukrán miniszterelnök később azt nyilatkozta, hogy a Szabadságpárt népszerűségének visszaesésével fizet majd ezért az akcióért.